Kedves nézőket, Szabó Zsolt vagyok, ismételten edzeni fogunk. A mai napon egy kicsi erősítő jellegű gyakorlatok lesznek, illetve egy kis stabilizációs gyakorlat, tehát alapvetően amire szükségünk lesz az egy polifóm, hogy kényelmesen el tudunk helyezkedni, illetve egy fitball, ami csak egy gyakorlathoz kell, de azt is ki fogjuk tudni váltani, tehát nem teljesen szükséges ez a fitball sem. Kezdjük ugye a bemelegítéssel, a bemelegítésünk nem lesz más, mint a kezdetekben megszokott körzések. A körzés a szintén ugye fentről indulunk lefelé, nyak résszel kezdünk. Fontos, hogy ahogy már sokszor említettem, hátra semmiféle fajtaképpen nem ajánlott körözni, vagyis nekünk legalábbis ezt mondták az edzésen. Csináljuk meg mondjuk 5x5x oldalanként, hogyha ez megvan, akkor hátra és előre kezdjünk el, kezdjük el bemelegíteni a nyakunkat. Fontos, hogy ha erőteljesebben szeretnénk csinálni, akkor nyugodtan nyomjuk teljesen hátra az állunkat, és akár még hátra is dőlhetünk, de fontos, hogy próbáljuk meg nem elveszíteni az egyensúlyunkat. Ha ezt úgy érezzük, hogy már elegendő ideig csináltuk, akkor melegítsük be szintén a vállunkat. Ez fontos most, hiszen az egész testünket igénybe fogjuk venni, tehát hogy alapvetően a gyakorlatok közben minden izomcsoportunk dolgozni fog, ezért mindenképpen csináljuk meg becsületesen ezeket a bemelegítéseket, hogy ne sérüljünk meg. Ezt csináljuk meg vállanként ugye az előre-hátra körzést, amennyi természetesen jól esik, de én mondok ugye egy számot, ami nekem általában bevált, ez az 5 körzés előre-hátra. Hogyha ez megvolt, akkor kicsit kombináljuk, körözzünk szintén páros kézzel, vagy mindkét kezünkkel pontosabban előre, és hátra is egyaránt. Szünet nélkül majd váltsunk át ilyen ellentétes karkörzésre. Utána értelemszerűen cseréljük meg ennek a menetirányát, tehát jobb kéz hátra volt, most előre van, és a bal szintén ugyanez fordítva. Ha ez megvolt, akkor mivel támaszkodni fogunk az alkarunkon, illetve a kezünket is, vagyis a csuklónkat is igénybe fogjuk venni, ezért azokat is be kell melegítenünk. Ez értelemszerűen ilyen boxoló, én mindig azt mondom, ilyen boxoló mozgással melegítsük be. Ha ez megvolt, ezt mindkét kézzel vigyük véghez, ezeket a gyakorlatokat. Ha ez megvolt, akkor csuklókörzést is végezzünk el, majd utána jöhetnek értelemszerűen a törzs bemelegítésére specializált gyakorlatok, amiket beszéltünk is, de most kezdjünk először egy ilyen törzs, egyszerű, sima törzs körzéssel. Egyik irányba mondjuk 5 darab, és a másik irányba is szintén végezzünk el 5 darabot. Fontos, hogy próbáljunk meg tényleg jól belehajolni, jól kinyomni a csípőnket, és tényleg érezzük, hogy a teljes mozgási tartományban megmozgattuk ezt a törzsrészt, majd utána akkor kezdjük a forgással. Itt már alapvetően lehet dinamikusabban is csinálni, én lassabban mutatom ezt a mozdulatsort, de természetesen, hogyha erősebbet húzunk, akkor kicsit jobban be fog melegedni a törzsünk, de itt igazából nem is az a lényeg, hogy megsérüljünk, hanem hogy kényelmesen bemelegítsünk. Ha ez megvolt, akkor csináljuk meg a bokaérintés keresztezést szokás szerint. Nézzünk nyugodtan utána, lehet dinamikusabban is, de az a lényeg, hogy tényleg a teljes mozgási tartományban próbáljuk meg ezeket a gyakorlatokat elvégezni. Utána nézve, és tényleg mélyen belehajolva próbáljuk meg ezeket a gyakorlatokat véghez vinni. Ha ez megvolt, akkor csináljuk meg a keresztezést, de hogyha mondjuk a keresztezést ki akarjuk váltani, akkor nyugodtan megcsinálhatjuk ezeket az egyensúly gyakorlatokat is, ugye amit az elején mutattam az előző edzésekben. Így hátra nézünk és megtartjuk, szintén ugyanezt megcsináljuk mindkét lábbal, hátra nézünk, megtartjuk, és érezni fogjuk, hogy így a egyensúlyunkat azért eléggé nagy kihívás az elején megtartanunk. Ha ez megvolt, akkor nyugodtan kezdjük el a keresztezést. Eznek a lényege az ugye, hogy a bal combunkat megérintjük a jobb kezünkkel, és fordítva. Ez minél dinamikusabb, annál jobb, de én most lassan mutatom ezt a mozgást. Ezt szintén addig csináljuk, ameddig tudjuk, hogy felvigyük a pulzust, de ez kiváltható akár ilyen ugráló kötelezéssel is, amivel szimpatikus. És ugye, ahogy említettem, a fitballra lesz itt most a mai napon szükség, egy általánosabb edzést fogunk véghez vinni, de először is, hogy a fitball előtt jól bemelegedjen szintén a törzsünk,
csináljunk egy ilyen plank gyakorlatot, de annyi megspékeléssel, hogy felnyomjuk magunkat az egyik kezünkkel, majd a másikkal, és értelemszerűen ezt megcsináljuk vissza. Most az egy előző gyakorlatban a jobb kezemmel nyomtam ki, most a bal kezemmel fogom kinyomni, és vissza. Érezni fogjuk, hogy eléggé dolgozik a teljes testünk, karunk, mindenünk. Ezt akármennyiszer, amennyiszer jól esik, csináljuk meg, de fontos, hogy ne legyen az, hogy már ebben nagyon-nagyon-nagyon elfáradunk, hiszen még a gyakorlatok fognak következni, és az szintén a teljes testünket igénybe fogja venni. Szóval kellemesen bemelegedett szintén ez a rész, és érezzük, hogy kicsit ég az itt a triceps részünk. Majd jöjjünk ide oldalra, és hogy a törzsünket is kicsit melegítsük, csináljunk ilyen side plank-et. Ez tényleg csak annyi, hogy tartjuk a vállunkkal a teljes testünket, felnyomjuk ide a csípőt, majd teljesen leengedjük, és érezni fogjuk, hogy itt azért ez az egyensúly is nagyon fontos, mert le fogunk tudni dőlni oldalra, hogyha tényleg becsületesen a lábunkkal úgy támaszkodunk, ahogy kell. Ezt nyugodtan dolgoztassuk meg az oldalsó hasizmunkat is, 10-szer, 10-szer, értelemszerűen csináljuk meg ugyanúgy a másik oldalra is. Fontos, hogy tényleg próbáljuk meg leengedni, majd teljesen felnyomni. Érezni fogjuk, hogy tényleg a vállunk is dolgozik, a karunk is. Teljesen kellemes, átmozgató edzés. Ezt megcsináljuk mindkét oldalra ugyanannyiszor. Ha ez megvolt, akkor jöjjön egy kicsit nehezebb gyakorlattípus. Most ugye már érezzük, hogy a karunk is, a vállunk is eléggé ég. Akkor csináljuk meg ezt a plank-et, úgy, hogy itt van a kezünk a fitballon, de most nem előre-hátra szeretnénk csinálni, mint az előzőekben bemutatott gyakorlatok, hanem most így fogunk vele körözni. Ez egy kicsit nehezebb már, mint az előző gyakorlat. Csináljunk 5 teljes kört az egyik irányba, 5 teljes kört a másik irányba. Ha ez megvolt, akkor utána nyugodtan csinálhatunk egy olyan gyakorlat sort, hogy feltesszük ide a lábunkat, és amit az előzőekben egyszer bemutattam, húzzuk fel ide a lábunkat, és próbáljuk befeszíteni a hasunkat, törzsünkkel szintén dolgozzunk. Tegyük le ide nyugodtan a kezünket, hogy stabilizáljuk magunkat. Ez most már eléggé fog égni ilyenkorra a hasunk, a hasizmunk eléggé el fog fáradni. Ha ezt megcsináltuk mondjuk 10-szer, akkor utána nyugodtan el is kezdhetünk lenyújtani, méghozzá úgy, hogy akkor először most a hasrészt fogjuk nyújtani le, fekvőtámasz pozícióba tesszük a kezünket, tehát válszélesen mondjuk, és kinyújtjuk magunkat. Ha feljött a csípőnk, mint most nekem jelen esetben, akkor nyugodtan tegyük szétebb a kezünket, eresszük lentebb a derekunkat és csípőnket, legyen a földön, dőljünk hátra, és tartsuk bent a levegőt, hogy a pulzusunk kicsit normalizálódjon. Ha ez megvolt, üljünk rá a sarkunkra. Pihenjünk egy kicsit, ezután az erőltetés után. Majd próbáljuk meg lenyújtani a láb részt. Az pedig csak annyi, hogy kinyújtjuk a lábunkat, előre tesszük, megérintjük a lábujjunkat, ha kezünkkel, és bent tartjuk a levegőt, minél jobban előre húzzuk magunkat, kellemes fájdalmat fogunk érezni, megcsináljuk 15-20 másodpercig, majd pedig, ha ezzel végeztünk, akkor vége is a mai átmozgató edzésnek. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és jó edzést kívánok otthonra!